másfél éves a kislányunk, és 3 éves lesz a fiam. Még nem nagyon próbálkoztam, bár megvolt bennem, hogy éppen a fiamnak című verset megpróbálom, hogy végig tudja hallgatni, aztán erre még nem került sor, majd későbbiekben esetleg. Tehát ez még kimaradt. Még előttük áll, hogy megismerjék Arany Jánost. Szerintem az a zeneiség, amit minden verse hordoz, vagy azok a szavak, amelyeket ő életben tart, és még azok, amiket is első hallásra nem értünk, már mi sem, esetleg a mi korosztályunk sem, nagyon fontos a nyelv örökítése szempontjából, hogy a gyerekek ezt megtalálják ezeket a szavakat, és még csak kérdője ott van a fejükben, hogy ez vajon mit jelent. Szerintem a szövegkörnyezetből és a dallamvilágból tökéletesen, és a szó hangulatából tökéletesen értik, hogy miről van szó, úgyhogy szerintem ebben egyedülálló Arany János, ahogy tudja zenéltetni a szavakat, és ahogy a ritmusa van a versének. Engem nagyon szíven üt, akárhányszor olvasom a fiamnak című vers. Hogy ez egy nagy tét mindig, hogy egy apa mit tud örökbe hagyni, és milyen példát tud mutatni a fiának. Ez nagyon aktuális az én életemben jelen pillanatban. Úgyhogy már csak ezért is egy ilyen nagyon személyes és nagyon csöndes hangvételben igyekeztem ezt a verset előadni. A másik, az epilógus pedig arról szól, hogy az ember számot vett, hogy eddig mit végzett el, és mi az, ami még hátra van. Ez nem feltétlen öregkort jelent, nem is fiatalkorban is lehet, középkorban is lehet, középkorúként is lehet szerintem számvetést tenni. Ez történik az epilógusban is, hogy végig gondolja az ember, hogy ennyit érdemes volt, és mi az, ami még hátra maradt, vagy mi az, amit már biztos, hogy nem fogok tudni teljesíteni. Thank you.